hazából kiárulva, csak hitünkben töretlenül, lelkünk holdfehér vásznaira, Isten árnyéka nehezül. Alattunk reménye ringó gáján, fogány föld felé futunk, hol a patróna glóriáját ölti magára jó úrunk. Otthon zsibbadást hord az ájjár, a vetést véres hőveri, elhullatják virágaikat az akasztófák ágai. Hatalmas hittel hisszük mégis, hamaros lesz majd visszaút, és a tengertől visszakapunk lobogót, várfalat, falut. Hey, la 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 la. Megcsinálom a íróknak a portré sorozatát, és veled fogjuk kezdeni. Egyébként te nagyon jó portréfestő vagy. Kárpát haján nincs párod. A kéz a körbe vándorló kupán, mikor minden vérlobbanást tesz meleg indulat hevét, daccal recsenti szét a szó, a fogak porcelán. Vári Fábián László verseivel való megismerkedésem egészen különös volt. A feleségem hozott egyszer egy vékony kis füzetet, az volt a címe, hogy Dalaim könyve, és ez a Dalaim könyve című kiadvány, ez Dinyés Józsefnek az előadott verseit tartalmazta. És amikor fellapoztam, megállt a tekintetem az egyik költeményen. Az volt a címe, hogy Útban Törökország felé. Ott volt alatta a kotta is, aminek alapján Dinyés Jóska ezt énekelte. És olvasom a verset, mindkét hazából kiárvulva, csak hitünkben töretlenül, lelkünk holdfehér vásznaira, Isten árnyéka nehezül. Istenem, ki tud ilyen sorokat leírni? Daccal recsenti szét a szó a fogak porcelánjait. Ki lehet ez az ember? Nézem a nevét, Vári Fábián László. Semmit nem tudtam róla. Léteznek olyan hegyi kristályok, amelyek az egész hegynek a történetét, a kőzet típusait magukba foglalják. Ha a magyar irodalomban gondolkodok, akkor bizonyos, hogy Ady, I. és Gyula ilyenfajta alkotó volt, hogy mint egy kristály zárta magába mindazt, ami megtörtént a történelemben és az irodalom történetben. Úgy gondolom, hogy Vári Fábián László Kárpátalján ilyen alkotó. Nem csak kárpátaljai minőségekben, hanem az egyetemes magyar irodalomban is hatalmas érték az, amit képvisel. Egy mindössze 160 ezeres kicsi magyar nyelvű népességnek a tagjaként, a legmostohább sorsban levő magyar töredék tagjaként. Az a történelmi fókusz, amely egész gondolkodását meghatározza, az a trianoni békediktátum, és ennek következményei a kárpátaljai lakosságra, amelynek ő is része. Ennek az egész helyzetnek a történelmi abszurditása, paradoxona és az ez ellen való lázadás jelenik meg Vári Fábián László verseiben. És nem úgy, nem azzal, hogy állítsuk vissza a határokat azonnal, és menjünk fejjel a falnak, hanem azzal, hogy az ott lévő magyarságot tartsa meg, őrizze meg. Az egész költészete és egyéb emberi tevékenysége is erre a szándékra épül rá nagyszabásúan. Miután a világra jöttem és gondolkodni kezdtem, és kezdtem felfogni a körülöttem lévő világot, meg azt, hogy milyen a viszony ember és ember között, a család és a közösség, a tágabb közösség hogyan viszonyul egymáshoz. Akkor kezdett kitárulni a szemem igazán, kitágulni a látóköröm, és amikor én rájöttem arra, hogy Kárpátalján egy olyan országhoz tartozunk, amely bennünket, magyarokat nem igazán szívlel, aki itt megöregedett, aki itt született valamikor a monarchia idején, és különböző rendszerváltásokon ment keresztül, annak nem csak az élete, de a lelke, a lelki világa is nagyon összezavarodott, mert soha nem tudta, hogy hova kell tartozni, mit kell mondani, milyen himnuszt kell énekelni. Viszont lelkében a származást
tekintetében, az anyanyelv tekintetében mindannyian igyekeztünk megmaradni magyarnak.